Tartalék visszaélek olyan az esete vannak, hogyha például az áramellátás zavara miatt teljesen megszűnik a képernyőkön az információ, lényegesen igénytelenebb, szinte teljesen önellátó, egyedül egy kis elektromos energiára van szüksége, gyakorlatilag egy dobozon belül megvan a lézergioszkóptól kezdve minden berendezés. A pilótafülkének ritkán tárgya, de nagyon fontos részei a pilóta ülések. Nagyon szigorú követelmények vannak, nagyon kényelmesen be kell tudni állítani őket, ugyanakkor egy esetleges turbulencia, vagy nagy isten ütközés esetén igen nagy terheléseket el kell viselni, és meg kell óvni a bentülőket. Viszont ha például egy pilóta rosszul lesz, akkor fontos, hogy a segítség az őt hátra tudja húzni székestül, illetve a jól látható 5 pontos versenyautókra emlékeztető biztonsági övnek a felső válhevedeit egy rosszul lét esetén például kézzel, azzal a kis karral, amelyik a támla alsó részén látható, azzal rögzíteni lehet, és így meg lehet óvni attól, hogy a műszerfalra vagy a kormányokra borulja. A utasajtókat eleve úgy készítik, hogy nagyon egyszerűen nyithatók. Látszólag bonyolult mozgást végez, de ezzel nagyon sok segítséget ad. Először a nyitáskor befele indul el, hiszen a légnyomásnak a helyére kell szorítani a repülés közben, hiszen a kapban túlnyomás van. Utána viszont az ajtó nyíláson át kifele elmozdulva szabaddá teszi az utat, mert láthatóan elég szűk a helyjelzés. Ez a kívülről jövő segítségnek szól. Ez az ajtón levő kis ablak előtti piros szalag, aminek az a szerepe, hogy a légutas kísérők, amikor a csúszdát beélesítették, azok beakasztották a rudat a földön levő kapocsba, utána ezt a szalagot keresztbe kell akasztaniuk az ablak előtt, így aki kívülről közeledik a géphez, az látja, hogy nem nyithatja ki az ajtót, mert ha kinyitná, a csúszda azonnal felfújódna. A trim az, amit említettem, a biztos vezetési billentése, a kormány szarvon levő dupla kapcsoló fellemozgatásával vezérelhető. Azért dupla kapcsoló, mert a kapcsoló esetleges zárlata ellen úgy védekeznek, hogy két kapcsolót kell egyszerre kapcsolni ahhoz, hogy a trim működésbe lépjen. A kormány vezérlése elég érdekes, hiszen a kapitány kormányoszlopa a baloldali kormánnyal van összefüggésben közvetlenül, míg a másodpilóta kormányoszlopa a vízszintes vezérlésükön levő jobboldali magassági kormánnyal van összekapcsolva. A két rendszer a pilóta fülkében a kormányoszlopok összekapcsolásával találkozik, de ez a kapcsolat ez nem merev, azaz ha például valamilyen műszaki probléma miatt a kapitány oldalán valahol a mozgató rudazat vagy maga a kormány beszorulna, ezt a pilóták természetesen csak onnan észlelik, hogy próbálják mozgatni a kormányt és nem mozog. Ez nagyon nagy baj lenne, ha így maradna. Ebben az esetben mind a két pilóta nekiveselkedik, elkezdi maga a kormányát húzni vagy nyomni, és amelyik oldalon be van szorulva és nem lehet kiszabadítani, az mozdulatlan marad, a másik oldal viszont elválik ettől, mert ez a kapcsolat, ami a két pilóta kormánya között van, ez bizonyos előhatásra szétoldódik, és akkor a fél kormánnyal továbbra is lehet vezérelni a gépet, illetve szerencsés esetben még a trim is működőképes marad. 90-es években több súlyos baleset is történt, aminek a vizsgálata során az amerikai vizsgáló hatóság arra véleménye jutott, hogy nagy valószínűséggel a kormány mozgatás meghibásodása okozta a katasztrófát. A kormány az mechanikusan már nem működik, csak kizárólag hidraulikával. Itt látható egy felszálló gépnek az oldalkormánya. Ez a hidraulikus vezérlés kettős, tehát a két hidraulika rendszer külön-külön is tudja mozgatni az oldalkormányt. Az eredeti konstrukcióban ez a kormány, ez még mechanikusan, közösen működött. Ez a szelep ennek a fennakadása okozta a gépek lezuhanását. Ez két katasztrófa, illetve néhány olyan esemény kapcsán vált a baleset is a meggyőződésé, amikor a pilótáknak sikerült újraállni a helyzetet, de csak igen nagy nehézségek állján. És ezért egy biztonságosabb, megkettőzött rendszert beépítésére kötelezték a Boeing-gyárat.
látható, hogy 0-tól 40 fokig lehet állítani, a fékszány helyzetét pedig a középső műszerfal tetején levő mutatós műszer jelzi. Ez látszólag egy mutató egy számlap előtt, valójában két mutató. Amikor a második mutató előbukkan az első alól, akkor már baj van, mert a fékszányok aszimmetrikusan bocsájtódnak ki, vagy húzódnak be, akkor olyan mértékben lehet aszimmetrikus a felhajtóerő, hogy azt a csőkormánnyal nem lehet kiegyensúlyozni, és ez akár katasztrofához is vezethet. És funkció van beépítve, tehát ha a két fékszány helyzete egymástól egy bizonyos mértéken jobban különbözik, és ez egy nagyon kis különbség már, akkor azonnal leblokkolódik, és abban a helyzetben a fékszány megáll. A jobboldali képen egy elég különleges helyzet látható, amikor a orrsegéd szárnyak egyik szakasza teljesen nyitva van, míg a többi becsukva. Ez egy természetes hibás helyzet, viszont nagyon jól látszik az orrsegéd szárnynak a mozgása. Itt látható a gép behúzott futóművel, az is látszik, hogy a főfutónak az ajtaja, az csak a futómű száját takarja. Magát a futómű agroncsok, azok végig a repülőgép törzsének a sikjában belesimulnak, éppen ezért eléggé szokatlan módon még dísztárcsa is van a futóműveken, azért, hogy az áramlás kisebb ellenállással tudjon mellette elsiklani. Egy nagyon nagy részét a repülőgép berendezéseinek a tervezők itt helyezték el. A gép átvételekor indulás előtt a pilóták körbejárják, elég, ha ide a futómű aknával benéznek, és a berendezések egy nagyon nagy részéről azonnal meg tudják állapítani, hogy van-e valami látható probléma. A főfutóműnek a kerekei, mint említettem, fékezhetőek. Ezt egy több lamellás tárcsafék rendszer biztosítja. Ennek a rendszernek igen nagy a hatékonysága, viszont van egy nagy hátránya, hogy a hűtése az folyamatos fékezésre nem alkalmas, mert bent vannak a kerékagyban, ezért egy kis jelző rúd van, ami látszik, itt a képen sárga körre van kiemelve, és ez a rúd, ahogy kopik a fékbetét, egyre kevésbé látszik ki a fékagyból, és amikor eltűnik, akkor kell kicserélni a fékbetéteket, mert akkor érték el azt a szintet, ami után már nem eléggé biztonságos.